A karácsonyi időszak végétől, vagyis vízkeresztől kezdve egyre több fenyőfa kerül a szemetes mellé. A fák elszállítását a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Végzi. Január 6-ától a társasházi övezetekben kezdték meg a szállítást. A 19. héttel kezdődően pedig egy szemetes autó fogja a családi házas övezetekben gyűjteni a karácsonyfákat. Ezek a karácsonyfák ide a Barátság utcai telephelyünkre kerülnek, ledarálás után intézmények fűtésére, illetve brikettgyártásra fognak kerülni. Ezeket a briketteket még rászoruló részére kerül majd kiosztásra. Nem mindegy azonban, hogy hogyan helyezzük ki a díszevesztett fákat a hulladéktárolókhoz. Néhány dologra felhívta a figyelmet a parkfenntartási osztály vezetője, ezzel a lakók megkönnyítik a közműszolgáltató munkáját. A kukák, bobrák, szemetes edények mellé kell kihelyezni, egyben nem kell feldarabolni, zsákokba se kell belerakni, ha a zsákokban van rakva, ez plusz munkát jelent nekünk ezekből kiszedni, illetve mindenképpen egy fém díszek ne maradjanak rajta, mert ez károsítani fogja a daráló berendezésünket. A fák elszállításának időpontjait a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Internetes oldalán is megtalálják.